Okay, szavaztok, Puszta Podcast, legújabb rész. Legújabb rész. A legújabb, mindig a legújabb. Igen, és lehet, hogy a héten... Sziasztok. Lehet, hogy a héten három rész lesz. Ugyanis, elvileg lehet, hogy Laci is jön holnap. Mert ja, hogy... de vele vettetek már fel egyet. Ja, majdnem meghallgattam, csak mondtad, hogy izé jöjjek igen. Hamarabb. Igen. Úgyhogy most mi épp a live előtt vagyunk egy másfél órával. Két és fél órával, igen. Jó, szóval lesz, hogy... az kettő félnek. Igen, szóval mondta Dani, hogy van egy kis ideje, szóval látja hamarabb, és akkor még egy adást gyorsan felveszünk, mert te utána a héten nem vagy. És nem nagyon. Ráadásul lehet, hogy jövő héten jön Zoli. Úgyhogy lehet, hogy lesz egy Zolis. Ilyen hét van jövő héten. Zolis adás. Kap szabadságot, azt mondja, mert állítólag nagyon... De mikorra akar kapni? Hétfőn kedden. Jó, majd meglátjuk. Hétfőn kedden, mert azt mondták a főnökei, hogy rosszul néz ki. Fáradtak néz ki, hogy valami ilyesmit, úgyhogy... Lehet, hogy az éjszakai diszkordozást teszi? Hát lehet, igen. Ez a... Beszéltem vele így telefonon, és így mondja, hogy hát jaj, minden nap éjfélig kb. Én leszettem magam a Discordról, már mint úgy felnézek, de hogy így aktívan nem ülök már neki. Így pénteket így kijelöltem, hogy jó, ráérek, akkor pénteken ott ülök, és akkor tök jól eldumálgatunk, de nem, így hétköznap nem folyok bele, mert akkor de múlt héten se tudtam semmit se normálisan csinálni. Tegnap már én is tartottam ilyen social szünetet egyébként. Jó, hallatszódok, mert nem tudom, csak így jó van. Teljesen jó vagy. Merch, aki nem ismeri, most mindig reklámozzuk, lehet venni, link a leírásban. Én csak azért vettem fel, mert tök jó dizájnos, és akkor mondom. Ja, hát most már menő lesz a live-hoz. Most már hordani kell. Épp fehér pólóba jössz ki. Ezt komolyan gondoltad? Ja. Jó, bátor vagy. Én ebben nem merek kimenni a szürkébe. Én tudja, hogy cseszem. Figyelj, majd venni se kimossuk. Ja, jó van. Egyébként akkor lehet, hogy legközelebb felveszem én is, mert nekem is van egy ilyen. Vagyis hát ez Laci-é, de Laci nem használja. Mert rajtam még csak ez volt. Úgyhogy csakoljátok le. Pusztapodcast.polomania.hu egyébként. Mennyi ez? 6000 forint körül vannak ezek az alapverziók, de van mindenféle, nézzétek meg. Pulcsi, bögre, minden lószar. Jó, oké. Van valami témád, vagy kezdjük el, mert sietnünk kell, mert ez egy rövid podcast lesz, és jó témák vannak egyébként fölírva. Hát semmi extra. Már mind nekem nincs. Akkor most nem sztorizunk, témázzunk. Ez legyen egy témázós rész. Jó. Az előző adás úgyis elég sztorizósra sikerült Lacival, úgyhogy... Megcsáltam a bringámat, ez már hősies volt, úgyhogy út hétvégén tekertem is. Azt 20-ast. Azt még nekem el kell majd mesélnem. De nem most mesélem el, hogy nekem hogy jártam az én bringámmal. Még neked sem meséltem szerintem. Ja. A váltótartó fül mizéria. A mizériát még nem, csak az, hogy elvileg megyünk jövő héten bringázni, úgyhogy... Igen, elvileg lesz bringám, elvileg. Jó, mert nekem ezt hétvégén legkésőbb le kell jeleznem, jó, megbeszéljük. Hogy megyek-e dolgozni, vagy sem, vagy ha igen, mikor. Megbeszéljük, igen, itt van a bringás szezon, most már elég erősen. Hát ember már majdnem az év fele eltelt, és még alig mentünk kilométert, még én sem pedig többet mentem. Ja, mert 10 fok volt, és esett a hó, meg ilyenek, úgyhogy ez nem ja, végül is. Nem a legbringásabb időjárás. Na, jó van. Akkor cikkezzünk, mert jó cikkeket küldtél egyébként, meg ez pont ilyen kicsit ilyen társadalmas, kibeszélős, picit politikázós dolog, ami igazából ritkábban van, de most, hogy kette vagyunk, legalább akkor tudunk ilyen komolyabb témákkal foglalkozni, nem kell megijedni. A live-ban majd normálisok leszünk. Nem kell megijedni, igen. A live-ban meg fogjuk nézni ezt a cikket, ami 16 tökéletes kép, ami porigalázza a TV2-t. Jó, adom. Ezt most nem nézzük meg, ezt majd a live-ban nézzétek vissza. Ott benne volt, ha volt rá idő, remélhetőleg volt. Na, jó, oké. Kezdjük ezzel a csonkapizzással, mit szólsz? Ezeket te küldted, vagy Marci küldte? Ezt nem én, a másik én voltam. Ja nem, bocsi, tényleg, ez a Discordról jött, ugyanis ott is van már ajánlós, témaajánlós csoport, úgyhogy küldeni, igen. Köszi annak, aki küldött témát, és ez egy tök jó téma. Azt mondja, hogy Csonka pizzával hirdeti az Európai Liberális Pártcsalád, hogy a magyar átlagbér töredéke a nyugat-európainak. Láttad? Egyébként nem, azt hittem Marci küldte. Na, itt van a plakát. És akkor így néz ki, Magyarországon azt hiszem Momentumnak valami embere jelentette ezt be, mert ő tagja ennek a szervezetnek, de mindjárt megnézzük. Csodálkozok is, mert magyarul ilyeneket nem szoktak kirakni. Igen, és akkor itt van, aki nem ismeri, miről van szó, egyébként link a leírásban, mindig tudjátok, de ugye van egy óriás plakát rajta, egy kétharmadnyi szelet pizza, vagy hát egy kétharmadnyi pizza, csak akkor az van leírva a plakátra, hogy miért érnénk be kevesebbe. És akkor ott van, hogy a magyar átlagbér a töredék a nyugat-európainak, és akkor ott vannak a számok is egyébként. Milyen cuki az az átlagbér? Hát igen, itt már megint kérdés, hogy
Most abban nem menjünk bele. Gondolom, hogy számolják. A statisztikai átlagot vették, biztos alapul, csak jól néz. Hát tök 300, jól néz ki, csak... 377 ezer forint van írva. Már csak annyit kapnék. Jaj, na mindegy, szóval most abban nem menjünk bele, inkább abba, hogy ez hogy a picsába van most. Ugyanis ilyet még nem láttunk nagyon Magyarországon. Talán a ilyen ellenkampányos cuccot, hát ugye a kampányidőszak óta azóta nem láttunk ilyet. Talán a izének volt a... Annának milyen Anna? Hogy hívják? Orosz. Nem. A Donát. Donát Annának volt valami plakátkampánya, őt láttam egy pár plakáton. Nem követtem le nagyon. De hogy kb. Ennyi volt. Kb. Ennyi volt. És akkor kicsit nézzünk bele akkor, hogy mit is írnak erről az egészről. Azt mondja, hogy az Európai Liberális Pártcsalád Magyarországon ugye Berg Dániel jelentette be, ő tagja ugye ennek az Európai Liberális Párt családnak. Vagy pontosabban a liberálisok és, bocsánat, pontosítok, a liberálisok és demokraták szövetsége Európáért alelnöke. Ő az alelnök? Ő az alelnök. Tudsz valamit erről a szervezetről? Leginkább semmi. Életemben nem hallottam róla. ALDE. Ez a neve. Jó. És akkor a kampány keretein belül több száz óriás plakátot és City Light plakátot helyeznek ki, amelyek az Eurostat adatai alapján szemléltetik a nyugat-európai és a magyar átlagbérek között tátongó szakadékot. Az egy egész Grand Canyon, de igen. Igen. Orbán Viktor el akarja hitetni velünk, ez ugye idézőjeles szöveg, hogy az élet nyugaton rosszabb, nehezebb, de a számok magukért beszélnek. Ugyanennyi munkáért nyugaton háromszor annyit visznek haza, mint a magyarok. Mi miért érném be kevesebben, mondja Berg Dániel. Na, mit szólsz ehhez? Mit szólsz ehhez, hogy ilyen plakátok is vannak már? Ez aranyos, csak az attól félek, hogy ez megint nem fog eljutni a hát a szavazó réteg többségéhez, meg igazából nem teljesen értem ezt, miért most rakják ki amúgy. Tehát, hogy ezt választások előtt rakják ki figyelemfelkeltő. Most írunk 2023-at. Tehát a legközelebbi választás azt hiszem jövőre lesz az önkormányzati. Tehát, hogy addig tízszer elfelejtik meg, majd ráplakátolnak még 20 olyat, hogy Magyarország jobban teljesít, mint Albánia, és még lassan ez sem igaz. Igen, kérdés, hogy ez hány óriás plakát lesz egyébként. Meg ugye én is úgy vagyok vele, hogy ezzel lehet, hogy sok mindent nem érnek el, vagy visszás lesz. Ugyanis erre a plakát kampányra jön egy másik plakát kampány, ugye. Ja, csak tízszer ennyi helyen kirakva. Csak tízszer ennyi helyen, és valami atom lejárató szöveggel. Ja. És lehet, hogy visszás lesz az egész. Szóval nem tudom. Ja, jó a felvetés, meg még akkor is ejtálló, ha a kormány oldal helyből hozzá fogja tenni, hogy de hát drágább megélni nyugaton, drágább ez biztos. De még így is jobban kijönnek a fizújukból, és még így is, hát nem véletlen van, hogy Nyugat-Európa nagy részén tudnak nyaralni, mi meg nem. Tehát, hogy lehet, hogy drágább tudom, minden, tudom ami az első ellenér lesz, de attól még bőven megvannak belőle. De nem, majd most tudod, mi fog jönni? Az, hogy ugye csökkentek az élelmiszerárak, csökken az infláció. Most kaptunk új gázszámlát, egy tízessel lett több. Több? Több. Az élelmiszerárak azok csökkennek, a sajtárak csökkennek, az üzemanyagárak csökkennek, mert ugye minden héten látom, amikor, tehát ugye minden héten egyszer látom ezeket az árakat, ugye minden héten egyszer tankolok, meg egyszer megyek így boltba kb. És minden csökken, szóval most ezzel fognak valószínűleg előjönni, hogy most minden faszom. Persze, mert... meg ahogy az egyik zseniális nézőnk írta, az infláció csökken. Ja. Csökken, nem tudom, csak nyilván mennyivel. Mihez képest. Tehát, hogy ha mondjuk teszem azt például, akkor egy Törökországban 60% lesz jövőre az infláció. Mennyi? Azt hiszem most 80, vagy tavaly Kolyan. Ott körül volt. Pocsék, mély repülés van a török lira már évek az óta. Kemény. Tehát, hogy ez így igaz is. És ezt szokták a tök jó kormány oldalakon híresztelni, és így elmondanak ilyen féligasságokat, hogy tök jó csökkent az infláció, hát honnan, hova. Honnan, és hova. Még akkor ott tartunk, hogy a hova is kurva sok. Hát azt mondják, hogy évvégére egy számlegyű elvileg. Persze, azt, a 9 az egy számlegyű lesz. Azt ígérik. Csak addig még robogunk a 20-szal, de nagyon most jó. Most mennyi? Lesz. Azt akarom megnézni. Még mindig 20. van 20 körül. Hát meg attól függ, micsoda, mert az élelmiszer áll, ami mindenkinek fáj, az még mindig egy ilyen 15 fölött van. Itt a grafikon. Azt mondja, hogy... Hát ez az éves. Igen, ez harmadik hó, 25% volt harmadik hóban. Hát ez még úgy érzem, nem egy számjegyű. Uh-huh. Ha csak a matekot nem változtatták meg egy újabb törvénye. Azt mondja, hogy a nagy megindulás, ez 2021 hetedik hó volt, akkor volt 4,6, és onnan jött igen. Fölfele, mint az állat. Aha. Jó, hát hogyha ez visszamegy 10% alá, hát hány hónap van?
Még az évből nem sok. Hát figyelj, most tartunk ott, hogy várhatóan, hát mindjárt vége a negyedik hónapnak, végül is még van 8 hónap. Hát legyen úgy. Én szeretem a csodákat, tehát győzenek meg róla, hogy ez visszamegy egy számjegyűre, úgyhogy tök jó. Legyen úgy. Örülök az átlagbérnek is, csak nem kapok átlagbért. Tehát, hogy meg az ország nagy része sem kap átlagbért, úgyhogy ez is egy aranyos kimutatás, de még ez se teljesen igaz. Ja. De amúgy jó a plakát, meg amúgy fontos lenne rá felírni, csak én az eleje óta nem értem, hogy mikor 22 tavaly megszavazták ezt az egész parlamentet, megint egy kétharmadot. Akkor mi a fasznak ültek be az ellenzékbe? Azért, hogy néha kiabáljanak egyet, két napig a tírodóban vannak, de még lehet, hogy addig se. És igazából mindent félre söpölnek, amit mondanak, tehát ezért nem érte beülni, csak lejáratják magukat. Igazából, ja, ők kapnak ott egy jó fizetést, de azon kívül szegényeknek... Kapnak, de nyilván túl sok beleszólásuk nincs, de tök jó ez a plakát is, csak megint igazából legitimizáljuk ezt az egész rendszert, hogy van parlament, beültek a képviselőink, lát Star Wars, aki látta a Star Wars-t, ugye, még anno az új reménybe azzal nyitottak, hogy a császár majd elrendezi a szenátusban. Tehát akkor még kvázi demokrácia, nem is volt akkor se demokrácia, meg nyilván abban a világban se létezett ez így, de hogy úgy csináltak, mintha köztársaság lenne egy császárra, de nem az volt. Tehát itt is úgy csinálunk, mintha lenne beleszólása az ellenzéknek, de hát már 13 éve nincs, tehát hogy... Milyen szép hasonlat volt a Star Wars és a magyar állam működése hát között. Figyelj, hát egyébként igen. A galaktikus birodalom. A galaktikus birodalom, hát csak mi egy ilyen magyarónyi birodalom vagyunk, ja, és az is sótlan meg száraz. Úgyhogy tök jó, de ezzel megint ráadásul nem is választás jött hozták be, úgyhogy amúgy hát jó lesz annak, aki látja, de nem, itt nem az, tart sokáig. Itt az lesz a következő, hogy ez a plakátkampány sorozat, ami most indul, ez soros pénzből van, ez lesz a következő. Lehet még az se, tehát ha nagyon kevés helyre rakják ki, lehet a kormány nem is foglalkozik. Hát majd megizom, minek foglalkozniuk vele, mert... Meg igazából felteszek egy olyan kérdést, amire rámondhatja a jobb oldal, vagy a mi az Isten a kormány, hogy persze, hogy nem ér kevesebbet, hiszen jobban teljesítünk, mint Zanzibár. Azt hiszem, hogy nincs is már ilyen néven ország, de tök mindegy. Ja, hogy jobban teljesítünk, és csak ha ezt elég sokszor elmantrázod, akkor elhiszik. Igen. Ja, jó van, hát ennyi. Én meglepődtem nagyon. De nagyon szép, meg tetszik a pizza szelet is egyébként. Meglepődtem, nem hallottam erről a szervezetről még soha egyébként előtte. Hát így, hogy a európai pártcsalád, aki kicsit jobban belássa magát, azt tudja, hogy léteznek pártcsaládok is, a Fidesz is benne volt a... Valami keresztény... Hát ilyen a keresztény... Demokrata valami. Valamilyen keresztény, demokrata, jobb oldali, már egy ideje nem követem, de hogy abban a szövetségben benne volt, csak aztán vállalhatatlanná váltak, és akkor már oda se fértek be. Az kemény. Sikerült, hát figyelj, mindig van lejjebb, úgyhogy kíváncsi leszek, a liberális oldalnak is van egy ilyen csoportja. Kíváncsi leszek, hogy hány ilyen plakátot fogok látni, amikor megyek be a Ferihegyi gyorsforgalmi. De... Hát ezt meséltem, akkor fel egy gyorsforgalmi mentem befele tavaly. Nem is, az még választások után volt. Az már a bombás plakátkampány volt, az választások után ja, volt. A brüsszeli atombomba. Az már a választások után volt. És ott tényleg, ott 10 plakátból, ugye nagyon sok plakát van befele, 10 plakátból 80 az volt. Kb. És akkor nem tényleg, ez tényleg annyi volt. Azért mondom, hogy a nagy részét elviszik, tehát úgy osztják le a pénzeket is. Igen, úgyhogy meglátjuk. Meg egyébként ezen nincsen semmilyen párt, név, tehát úgy nincs is rajta semmi ilyesmi. Tehát nem az van, hogy... Ugye hát izéken sincsen párnév a bombás plakátokon. Hát jó, meg ezzel gyakorlatilag egy sörreklám is lehetne, hogy miért tennénk be kevesebben, van kétszer pizzád, így áll mellé egy sört. Hát igazi üzenet nincs rajta. Hát igen. Vagy legalábbis én nem teljesen érzem az üzenetet, mert a többi az például annyira kicsi, hogy olvasa, nem fogod elolvasni, vagy menet közben nem olvasod. Hát igen, a bombás egyébként ez azért nagyon jó idézőjelben, mert az lényegre törő bazeg. Hát ja, van benne három szó, amit ismételgetnek. Meg rohan egy bomba. Meg egy bomba, és így össze tudod rakni, hogy ez nem jó. Ah, igen, itt mindjárt. Brüsszeli szankciók tönkretesznek minket, és egy rohadt nagy bomba a közepén. Ja, egyébként ez, sőt a hátterében van egy ilyen effekt, mint hogyha így repülne a bombatól. Ja.
Ez olyan, mint a, tudod, a YouTube borító képek. Hát igen, a kommunikációt nem véletlenül tanítják, úgyhogy igazából igen. Ez nagyon fajn, de túl sok a szó. Itt 5 szó elég volt, sőt, ha a név előtt nem számítjuk. Igen. 4 szóból megvoltak, igen. Meg egy bombával. 4 szó, egy bomba. Túl gondolni, mindenki tudta, hogy Brüsszel rossz. Igen. Meg ugye, rajta van a bombán a szankció. Ja. Szankciók. Igen, jó, igen, akkor igen. 5 szó. Igen, ez olyan, mint amikor YouTube-ra borítóképet csinálunk, hogy... Hát a lényeget kell adni. Igen, minél kevesebb szöveg, minél nagyobbal, és minél jobban ráutaljon az adott témára. Hát ja. Ügyes. Hát figyelj, ezt is tanítják, meg ezt is jó kell csinálni, úgyhogy ez a pizzás kampány, ebből a pizza lesz a legszebb része, de a többi az nem érdekes. Igen, ez nem annyira erős, mint a bombás, tehát hogy ez így... ránézel, és így, oké. Okay. Tényleg én is olvastam, hogy mi van alatta, mert igazából... Nem, mert annyira kiemeli azt a felső 2 sort, hogy igen, ki foglalkozik a többivel. Érnénk be kevesebben. Hogyha ráraktak volna valami, mit tudom én, kapcsolódó akármit a Fideszhez, vagy Orbánhoz, vagy valami, akkor lehet, hogy már figyelemfelkeltőbb lenne. Bár valószínűleg az ízléstelen lenne, hogy ráraknák, mit tudom én, Orbánt valamilyen karikatúra. Hát szerintem személyiségjogokat sértene úgy abban a formában, hogy nem is lehetne. Több perelhető lenne. Az igaz. Tehát gyakorlatilag innen annyi hiányzik, hogy pizza... Pizza Monkey. Pizza Sicília. Ja, és akkor már kész, tudod is, hogy oda kell menni több pizzáért, mert itt csak 2 szelet van. Ja. Na, jó van, írjátok meg, hogy ki hány ilyen plakátot lát. Kíváncsi vagyok, hogy mi a helyzet. Mert ugye nálunk nincsen nagyon óriás plakátok itt a faluban. Most hova a legközelebb Békés Csabán talán? Hát, ja, óriás plakát szerintem nálunk sincs. Á, nincs. Hát esetleg a Spárna, vagy ilyesminél vagy ott nincsen? A hirdető tábla van, csak hirdető ilyen kicsi, azon gondolkozok, hogy igazából nincsen ilyen nagyobb plakátozós helyünk. Ja, hát nálunk ugye a Coop-nál a központban, a City Centerben van egy kis hirdetőtábla, és akkor oda föl lehet szúrni, hogy hízó eladó. Nálatok nincs olyan? De hát az a nagy Spárnál. Nagy Spárnál? Ott van hízó eladó, meg mindenféle ilyesmi. De az bent a Spárban van egy... Hát nem, kint van előtt egy hirdetőtábla. Uh-huh. A parkoló, hát most átlakták a parkolót a sulival szembe. Igen. A régi bejáratnál, és akkor ott van egy hirdetőtábla, egy hízó eladó, vagy legalábbis ott volt, meg mit tudom, ilyen fűnyírást vállaló, meg igen. Eladótelek, ilyen szokásos. A legjobb falusi content. Ja, napos csive. Ja, jobb, mint a Facebook Marketplace kb. Hát figyelj, mindent megtalálsz, amit akarsz. Hát ott megvan minden, amit akarsz. Ja, a ház eladó, ki van írva minden. Na, jó van, oké, akkor lenni az óriás plakátokról, meglátjuk, hogy ennek mi lesz a foganatja. Melyikkel folytassuk? Azt mondja, hogy ezt te küldted? Ezt én küldtem, csak olyan érdekesnek találtam. Uh-huh. Jó, nézzük, akkor folytassuk egy kicsit ilyen, hát mi ez? Hát egy olyan országban, ahol rengeteg honfitársunk van, azért is lepődtem meg ezen a cikken. Ugye azt mondják, hogy London a második legnagyobb magyar város. Hát ezen cikk alapján így nem egyértelmű. A második legnagyobb román város. Mondjuk ezt nem írták. Nem igaz, mert mert a második legnagyobb az... Mert hogy ami nem Romániában van. Hát ja, úgy igen. Lehet, ezt nem írják, de... Ja, igaz, hát Magyarországon kívül is. Igen, a román a második leggyakrabban beszélt nyelv Londonban az angol után. Hát én ezt tudom egyébként, ugye nekem vannak rokonaim kint, és ők mondják, hogy lengyel, román, az a legtöbb kb. Meg ugye a közel-keletiek, ők a... Hát a régi brit gyarmatok, Pakisztán, India, ugye onnan mentek sokan, vagy mennek sokan a mai napig. Így van, és akkor nézzük a számokat, azt mondja, hogy Londonban a románt beszélik a legtöbben anyanyelvi szinten az angol után, derült ki a népszámlálási adatokból, viszont ugye ez azt jelenti, hogy akik ott élnek, tehát ugye akik a népszámlálásnál, aki, mit tudom én, vendégmunkás, meg ilyesmi azoknak az adatait, ugye meg nem is regisztrálják. Igen. Vagy ez hogy van vajon? Hát valószínűleg pont így. Tehát akinek angol állampolgársága van, igazából azt fogják megszámolni. Hát és ott nagyon-nagyon sok embernek nincs angol. Igen, de hát magyarok is szerintem sokan hát nem biztos, hogy sokan felvették. Mondjuk román meg lengyel migráció igazából régebb óta van szerintem ilyen nagy számban, mint mondjuk magyar. És akkor így viszont értem, hogy több az angol állampolgár. Igen, na nézzük az adatokat. Azt mondja, hogy London lakosságának 1,9%-a az egy 160 ezer ember vallotta anyanyelvének a románt. Ugye igazából az 1,9 nem hangzik soknak, de a 160 ezer az már... Figyelj, ha belegondolsz, az 1,9 is sok. Tehát, hogy ez minden... Hogy a 2x5? Ja, minden 50. ember román anyanyelvű, sőt, ez csak az angol állampolgársággal rendelkező. Ezen kívül igen. Még van olyan, aki... Hát ott minimum 300 ezer román van akkor. Simán. Tehát, hogy... Az durva, az egy Debrecen. Igen.
Az kemény, az kemény. A brit főváros kerületei közül Harrowban a lakosság 7,5%, az a 19 ezer ember, jó, ezek nem számítanak, hogy melyik részen pontosan hány százalék. A spanyol nyelv 6 szektorban, a török, a francia és a punjabi. A punjabi az... Punjab, az Pakisztán, az a Pakisztán és India határa ott a Himalájában. 3-3-ban, a lengyel, a tamil és a bengáli 2-ben, az arab, a portugál, a perzsa, a nepál és a... Gujarati. Gujarat, az is indiai tartomány. Gujarati pedig... Vagy hát indiai Pakisztán határ környéke. Pedig egyben második leggyakrabban beszélt nyelv. Az igen, az oszt igen. Igen. De igen. Azért az a Hero is érdekes, vagy nekem az is érdekes volt, hogy gondolom el 7,5% 1,4-nek, csak aki román. Tehát, hogy az milyen negyed, ahol, sőt, hát ez 20 ezer embert jelent. Ja. Azért az nem kevés. Hát igen, azt tudom, ugye Székelyföldön is vannak ismerőseim, és amikor nálunk ugye ilyen, tehát ugye 10 évvel ezelőtt kezdődött, szerintem ez a nagyobb ilyen nagyon kimenetel talán, nem? Előtte is volt. Hát igen, olyan 10 éve indult be, de szerintem inkább a 14-es választás után úgy jobban gyorsult. Amikor én oda mentem Székelyföldre először, én 2011 körül, már akkor mondták az ottani fiatalok, hogy érettségiznek, és mit tudom én, a 30 gyerekből 25 az egyből ki. Simán. És nagyon durva. És mondták, hogy tényleg 25, és itt néztem, hogy viccelsz. Azt mondja, nem. Ennyire durván. Fél, hát ha belegondolok... Hát ott akkor még ugye még szarabb helyzet volt akkor, hát mint ott nálunk. Meg még szarabb volt, igen. Hát ha belegondolok, a 30 fős osztályunkból szerintem... Hát talán 10 vagyunk itthon. Gyomán. Igen. Tehát, hogy a többi, az is akkor durván a kétharmada, ugye nem feltétlenül külföldre ment, de országot váltott, mert helyben annyira nem tudott megmaradni. Tehát, hogy Romániában meg nyilván megérthető, főleg, ha valaki magyar, ha már tud románul, meg angolul is, már pedig valószínűleg tud, akkor már simán elmegy máshova. Jaj. Hát nem tudom, hallgatta, de nem hallgatta. Nyilván a Brexit odavágott egyébként egy kicsit a bevándorlásnak, meg elég sokan visszajöttek, lengyelekből is, talán a magyarokból hát is. De ott úgy volt, nem, hogy akik már ott voltak, azoknak nem persze volt változás. Volt rá valami szabályozás, csak ettől igen. Függetlenül még annyira kusza volt az egész, hogy ott sokan ott hagyták, meg még most se teljesen tiszta, hogy mi van. És most hogy lehet bejutni egyébként? Most már valahogy megvan nehezítve, tehát kell rendes kettős állampolgárság, ugye ez hogy van, vajon valami ilyesmi hát van, nem? Nem hiszem, hogy kell vízum, de a fene tudja. Ugye személyvel elve nem lehet bemenni most már akkor? Hát attól függ, lehet, hogy EU személyével továbbra is be tudsz menni, a tartózkodás a kérdéses, meg a munkavállalás, mert azon a téren voltak a nehezítők. Ja. Az, hogy most bemész turistaként, mondjuk nem tartom azt, hogy vízum kell, de szerintem simán be tudsz menni egy személyével, csak mármint EU-ssal persze. Ja. De hát azon kívül hát a munkavállalás volt, ami nehéz volt. Mm. Egyébként a külföldi rokonaimban ezek állandóan szidják a britteket, hogy ilyen semmire kellő, drogos, iszákos az összes. Mert jó, hát, sok jót még én sem hallottam róluk. Mert hát ugye most no offense, én nem tudom, nem ismerek nagyon, egyetlen brit embert ismerek személyesen. Szóval, hogy ugye minden ilyen aljamunkát, azt ugye azt mind külföldiek csinálják. Ja. Tehát, hogy mondják, hogy a brittek azok ilyenben nem dolgoznak, tehát, hogy ilyen építőipar, meg mit tudom én, kertészet, vagy sem bármint. Sem mosogatás, se takarítás, igen, se vagy útépítés, mi a babysitterés, hogy hívják azt, nem hát, magyarul, ja. Babysitterkedés. Ja. Semmi ilyet nem vállalnak be, ezt én is. Sőt, ami volt kint munkatársam Angliába 2, hát az egyik már most nem munkatársam per pillanat, mert lehet visszajön még, de hogy ketten is voltak Angliába dolgozni, mondták, hogy az angolok azok így... Még ha ott is dolgoznak, hagyják, hogy megcsinálja a másik, a külföldi. Tehát, hogy így nagyon óvatosan nyúlnak hozzá akkor is az ilyen koszos munkákhoz. Hát igen, meg mondják, hogy megbecsülés sem úgy működik egyébként. Hát igen, azt is hallom. Szóval az egy dolog egyébként, hogy kimész és jól keresel, de... Hát azért kapsz utána az arcodba. Igen. Attól függ, hol élsz, honnan jöttél, mennyire látszik, mennyire hallják. Igen. Bár nekem egyébként van ellentétes példám is, mert ugye egy másik rokonom, aki meg Skóciában él, ő még nagyon az elején ment ki, hát 2000 körül, vagy valami ilyesmi, 2001. Hát akkor ő még ilyen nagyon első fecske volt a vándorlásban. Igen, és ugye ő vízgázszerelőként ment ki, és azóta egyébként van saját vállalkozása.
saját vállalkozása, saját ház, vettek házat, autó, minden, család, gyerek. Hát mondjuk Skócia meg nem egy tipikus, vagy legalábbis nem egy annyira előzelőtt rész, mint mondjuk hát London. Igen, lehet. És London azért az másképp működik. És ő nem is szokta szidni egyébként az ottaniakat. Tehát, hogy, nem, mert szerintem, ha úgy egyedül vagy, lásd mondjuk, ha csak belegondolok, hogy mondjuk apa van itt nálunk környéken, nem sok arab, ekte arab bevándorló. Ha belegondolok, neki se volt ebből soha baja. Nyilván viccelődtek vele, de bírta viselni, meg nem volt vele gondja, csak minél többen van egy adott kisebbség, szerintem onnan kezdődnek a gondok. És hogyha mondjuk például Londonban, hogy gyakorlatilag angolt alig találsz Londonban, 12 milliós város, szerintem, hát ha csak ezeket a több százezeres számokat nézzük, helyből 1 millió, az biztos, hogy nem angol. Hát igen. Vagy nem ottani születésű. Legalább 1 millió. Szóval nyilván, ha sokan vannak külföldiek, akkor feltámad ez a nemzeti öntudat, meg az, hogy ha másféle emberekkel találkozom, mindenkiben benne van ez a törzsi szellem, hogy akkor... Na most mire gondolsz? Hát, hogy akkor az arra, hogy fenntartásokkal kezeled, másképp nézed, tehát, hogy minél több, nagyobb számba találsz más idegen kultúrájú embert. És akkor is szegregálódnak, vagy mire gondolsz? Hát akár a szegregációra, akár az, hogy másképp kezeled, csak egyszerűen simásna azt másképp kezeled. Uh-huh. Tehát teszem, a Skóciában van egy gáz, vízgáz vezetékszerelő ember, az egy darab, de ha mondjuk lenne ott már több ilyen úgymond idegen származású ember, ott a közösségen belül, akkor már lehet nem úgy kezelnék, főleg, ha ez mindig később jön, és egy kupacba. Értem. Hát pedig egyébként, most ha azt nézzük, jó, az most lehet, hogy hülye példa, de hát például Amerikában ez meg erre épül az egész állam gyakorlatilag. Hát na, ez az, de ott erre épül az állam, meg ott igen. Ugye ki lettek írtva azok, akik... Hát ez is lakos. akik ezt nem úgy gondolták. Igen, emeltek volna, meg eleve több számban voltak. Na igen. Most már nincsenek. Mert ugye, hogyha megnézel egy nagyvárost Amerikában, akkor ott ugye, jó, most ez megint nem releváns összehasonlítás. Nem teljesen exakt, de... De hogy ott is megvannak a negyedek, és akkor van kínai negyed, olasz negyed, mit tudom én, és akkor mindenki szépen persze. Megvan a saját kultúrájában. De hát ott gyakorlatilag erre épült, meg ott is biztos, hogy van konfliktus valamennyi, de hogy ott azért jobban benne van a társadalomban ez. Igen. Erre épültek. Igen. Szóval meg lehet ezt normálisan is csinálni, csak ugye hát... Megmondom, cserébe kiirtották az ott lakókat. Igen, szóval az persze azt... Ez olyan, mintha most itt a... Az ambriteket. Most itt az ektebritek kisebbségbe szorultak volna, és szorványban jönnének. Vagy hát egy szomorúbb, de valós példa mondjuk, hogy az erdélyiek, hogy a magyarság ott is... Voltak, ahol tömbe éltek, aztán kisebbségbe, aztán már csak szorványba. Igen. Például a határ mentén. Na, hát igen, de mondjuk ennyiből jó az Európai Unió azért, hogy azért mégiscsak össze vagyunk kötve valamennyire. Hát ez egy nagyobb vívvány volt, meg tök jól működött, például még a Brexit nem volt, meg amíg nálunk ez a bátor kakas itt a focipályáról be nem ült a parlamentbe. Bátor kakas, milyen szépen mondtad. Így jött. És érted, addig mi is tök jól el voltunk, éveztük a vívmányait, nyilván odavágott a válság, meg aztán a többi esemény, hogy itt a külpolitikailag elkezdtünk másfele orientálódni. Igen, de egyébként tényleg ezek a, és egy kicsit beszélünk a kisebbségekről, ezek így, ahogy haladunk erről az időben, annál, hogy mondjam, jó, mondjuk Erdélyben ez nem igaz, mert ott még mindig azért eléggé, hát érik őket a atrocitások, úgymond a magyarokat. Hát sajnos, igen. Nem beszélhetnek magyarul hivatalokban, meg mit tudom én, meg ilyesmi. De hogy például most volt a magyarósának a videóját láttam, a baszkokról, baszkföldön járt, és ugye ott például, mivel ugye elég jó gazdasági állapotban vannak már ott az emberek, ezért igazából ott vannak, van autonómiájuk, valamennyi, nem tudom pontosan mennyi. Valami önálló tartományként működik. Igen, használhatják a nyelvüket, és mindenki tök jól el van, és ugye régen volt az ETA, ugye ez a... A baszk terroristák, egyébként igen. A 2000-es évek elején nagyon igen. Sok esemény volt, terror igen. Esemény, meg igen. Robbantás. Meg az íreknél is volt ugye ilyen. Hát az íreknél is az ira, de az kicsit máshonnan gyökerezik, de a baszk az meg... Igen, ők de is hát... ugye a gazdasági és etnikai, sőt, hát ott ők azért a baszkok eléggé külön nemzet, meg sőt, hát, igen, olyasmi, mint mi, hogy így teljesen genetikailag ők állnak a legtávolabb az európai nemzetektől. Igen. Ja, hát ja. Meg így az etnikailag, nyelvileg így, mint annyira el tudnak különülni. Igen. De hogy azt akartam kihozni, hogy mióta ugye gazdaságilag rendben vannak, jól élnek,
Igazából ott van a, igaz, hogy Spanyolországhoz tartoznak, de ugye... Hát meg kell egyezniük, mint ahogy a katalánok is évről évre felvetődik, hogy a katalánok is függetlenedjenek, pedig ők is, sőt ott pont az adja a konfliktust, hogy az egyik leggazdagabb spanyol tartomány, és hogy lehet, hogy önállóan többre mennének. Igen. Ott meg pont az adja a konfliktust. Igen, úgyhogy én tök örülnék, hogyha Erdélyben is ez működne, és a románok azok is úgy állnának hozzá a dologhoz, hogy... elfogadnák, hogy itt magyarok vannak, kapnának valamennyi autonómiát, használták mindenhol a nyelvüket, fejlődne a gazdaság. Ez sem az ideális, mint egy Svájc, csak hát... Igen, csak hát ugye Románia úgy jött létre, ahogy... Igen, meg Székelyföldön ugye, hát még mindig erősen sok helyen a mezőgazdaságra épül ugye minden, és úgy nehéz. Na hát nem tudom, pedig ez tök jó lenne. Mert azért azt valljuk be, tehát, hogy ilyeneket hiába skandálunk, hogy lesz még Erdély magyarországi, meg... Aranyos, meg jó pofa, csak mit tudom én, de azért nem olyan világgazdasági dolgok vannak most, hogy... Be is szarna ez az ország, ha írtán hozzá csapnának több, mint ugyanannyi területet. Hát meg az a helyzet, hogy szomorú, nem szomorú, de ott, ezeken a részeken, tehát mit tudom én, ahol a régebben magyarok voltak, ott most már románok vannak. Hát már rohadtul nincs. Ennyi... Kíváncsian várom egyébként a mostani népszámlálási eredményt. Igen, mert egyébként. Ugye alapból ugye a erdélyi részen ugye Székelyföldön volt a legtöbb magyar, meg most is. De hogy Székelyföldnek egyébként addig autonómiát mindenféleképpen, mert ott hát tényleg... Hát egy időben amúgy volt, de hát aztán elvitte azt is a Ceausescu. De azt, hogy Kárpátet visszacsatoljuk, meg Erdélyt visszacsatoljuk, meg ilyeneket, ezek... Így realitása nincs a dolognak. Hát igen. De az autonómiának lehetne, csak az a baj, ebben meg benne van az, hogy a románoknak az a fajta félelme, ami nyilván, vagy nem nyilván, de valószínűleg hát valahol irracionális, hogy elszakad csak úgy mondjuk Székelyföld, mert hát hova szakadna el? Nem tud elszakadni, hát földrajzilag is benne van a közepében, hát, szóval, hogy így... Elvileg el tud, hát létezhetne az, hogy elszakad, de akkor is fura képződni lenne. Enklávé lenne. Még csak nem is teljesen enklávé, mert az egy másik országhoz tartozó, más ország területén lévő terület. Ja, igen. Vagy valahogy így. Nem, az akkor is enklávé, hogyha külön állam. Vagy szerintem. Lehet az exklávéra gondolni. Az exklávé, ja, igen. Akkor igen. Akkor viszont igen, egy enklávéként működhetne. Igen, tehát van Oroszországnak az a Kaliningrád. Igen, a kelet-porosz terület. Igen, és Kaliningrád, úgy így hívják? Kaliningrád, hát a régi Königsberg, egy kis töri, ingyen. Na igen, szóval az exklávéja Oroszországnak. Igen. Ez az. Igen. Ez az. Ezt összeraktam. Igen, bocsi, igen, csak... Pont volt a kvízbe is múltkor egy kérdés, hogy melyik az az ország, aminek nem változott a területe a II. Világháború óta, de minden határ, minden szomszédját máshogy hívják 1990 óta. Igen, igen, ezt küldted, azt hiszem, ezt a... Ja. És mi volt? Lengyelország. Lengyelország volt. Hát mert ugye NDK, hát az kvázi csatlakozott az NSZK-hoz, és akkor létrejött ugye Németország. Csehszlovákia ugye lényegében szétesett, nyilván ez is ilyen maga a kérdés megfogalmazásán múlik, hogy fogadjuk el a választ. Meg ugye a Szovjetunió a teljes keleti határon, az lett Ukrajna, Belarus, meg hát a Kaliningrádi terület. Ja, érdekes. Jó az a kvíz cucc. Ja, ja, úgyhogy... Nincs realitása szerintem egyébként. Hát nincs, meg hogyha itt most elkezdünk pattogni, hogy én persze egyébként nem mondja nekem senki, hogy én nemzetellenes vagyok, meg nem tudom, mi van a határok mögött, mert rohadtul tudom, mert tényleg nagyon régóta járok Székelyföldre, és nagyon sok székely barátom van. Szóval tudom, hogy mi a helyzet. Csak a mai világban, nincs hogyha kéne megközelíteni még mindig. Igen, ha ilyenen gondolkozunk, hogy visszacsatolunk területeket, abból olyan feszültségek lehetnek, hogy... Lásd Ukrajnába, itt a szomszédban, ott is gondolták, igen, hogy visszacsatolnak, igen, ezt. Szóval inkább afelé kéne tendálni valahogy, hogy kiharcolni a kisebbségeinek mindenhol jogokat. Hát az európai ság erről szólna. Igen, és az Európai Unió meg erről szólna. És akkor nem menne az gond, hogy ők kint vannak Romániában, mert nem érné őket, negatív hatás azért, igen, mert magyarul beszél Romániában. Hát meg úgy kéne kezelni a határokat, hogy fejben összerakni, hogy hol az EU határa, és kész, és hogy onnan azon belül mindenki szabadon mozog, és ha ez működne, de nem, nyilván nem. Hát igen, az vagy működik, vagy nem működik. Akkor viszont mindenki jó helyen van, ahol van. Igen. Csak igen. Hát nyilván a mi politikánk is nagyban hozzájárul, hogy meg amikor kimegyünk egy jó kis magyar-román meccsre, az mind nagy fűti azt, hogy, igen, az, igen, hogy a románok ne hajoljanak, még véletlenül is arra, hogy területi alapú autonómiát hát adjanak. Persze, és nem is fognak. És hát egyébként pedig mi is ismerünk románokat, találkoztunk is, és
ők is olyan emberek, mint mi, meg nem izé köcsög románok, meg mit nem, tudom hát, én. Hát, ha kimész turistaként, akkor is teljesen normális viselkednek. Persze. Jó, hát az más, mint ott élni, de akkor is. Tehát, hogy... Nem lobogtatod meg a seggeden is, egy magyar zászló van tetoválva, akkor igazából nem fognak cseszteni. Igen, csak hát mi magyarok tudod olyanok vagyunk, hogy így nagy a nemzeti öntudatunk, és szeretünk hát, így... Nyilván. Hát harcos meg, nemzet vagyunk. Meg nincs igazán feldolgozva az elmúlt 100 évben. Hát persze, az abszolút nincs, hát nem is nagyon lehet. Sőt. Azért. Jó, tényleg jó kicsesztek velünk annó. De hát, hogy most is 100 év távlatából ezen már siránkozni. Hát kár lamentálni. Pláne, hogy 47-ben újra elvesztettük ezt a területet, amikor aláírtuk a békeszerződést, szóval sorry. Sőt, 90-ben egy újabbat, úgyhogy a harmadjára is sorry, tehát ez elúszott. Igen, ezen túl kéne lépni. Valahogy kicsit, nem tudom, ez a támadó jellegű politika, meg hogy folyamatosan mi vagyunk, mi leszünk majd Európának a nagy keleti vezére, meg mit tudom én, ezek a hozzáállások, én annyira hát ez nem ez tudom arra elfogadni. Jó, hogy az akúgyárat könnyebben elfogadjuk, hogy jön ide a kínai akúgyár. Annyira nem tudom elfogadni meg egyébként. Ország legyünk. Ez csak arra jó, hogy a nagy keleti nyitásra, hogy ja, ezért kell. Nem azt mondom, hogy itt alá kell becsinni magunkat meg, hogy jaj, mi csak kicsi szaros Magyarország vagyunk. Nem, tök jó nemzet vagyunk, van öntudatunk, van paprikánk, mit tudom én, minden. De nem kell itt ilyen babérokra törni baznak, hogy mi leszünk az unió vezérei, meg ilyenek. Most... Nem, meg ha belegondolsz azért a... Mi értelme van az ennek az egésznek? A kommunizmusban nyilván persze a végét már erősen hitelekből tartották fenn azt a rendszert, de hogy a 90-ben, mikor kiszakadt nagyjából mindenki a szovjet fennhatóság alól, akkor így mi voltunk az élmezőny, és sikerült olyan faszán élni ezzel nekünk, mert mi tehetünk róla. Hogy lecsúsztunk lassan Bulgária megelő, sőt, Faterom most mondta, hogy ment ki, hát oda is menekültek rokonok, nem mennek sehova, mert Szófiában vannak, segédmunkásként elvileg zéró bulgár tudással, szerintem még az arabon kívül nem is nagyon tudnak sok mindent makogni, hát valami 700 eurós óra, 700 eurót visznek haza, az 200, minimum 250 fölött van. Zéró tudással. Bulgáriában, csak így hozzáteszem. És akkor te magyarul Gyomándrődön. És én magyarul Gyomándrődön itt. Nem mondjuk, hogy mennyi. Bohóckodok, igen. Ja. Na, hát igen, ez van. Jó, most... Úgyhogy meg kéne becsülni az Európai Uniót egy kicsit jobban. Igen, persze. És akkor az Unióban is. Előrébb jutnánk. Az Unióban ugye ez a gond, amit én látok legalábbis, hogy hú, most ez nagyobb, az, hogy nagyon laikus vagyok, de amit én látok, ugye az a teszetosszaság, ez abszolút. Hát persze, nehéz döntéseket hozni, de hát ebben meg gondolj bele, úgy pláne nehéz, hogy mindig van egy-két kerékkötő, aki meg köti az ebet akaróhoz. Ja, meg hogy van ez, hogy a vétótörvény egyébként, hogy egyetlen állam vétózza csak meg, és akkor nincs. Hát ez épp az lenne a lényeg, hogy egy közös, nagy szép, hanem is ország, de egy közös, nagy szép öntudat. Entitásban éljünk mindannyian. Csak hát ugye ehhez azt kéne, hogy közösen tudjunk megegyezni, csak hát vannak országok, mint mi, meg néha a lengyelek, és akkor, vagy jó, nyilván vannak néha más kérdésben más államok is, de hogy így ugye azért nehezebb megegyezni, és hát minél, tehát ez is olyan, mint gyakorlatilag bármi a világon, hogy minél jobban megnő valami, minél többféle egységből el, annál komplexebb lesz együttműködni. És hát ugye az EU is elindult mondjuk hat államból, aztán most meg 27, mert ugye a britek kiléptek. 27 ország nehezen egyezik meg ugyanarról. Hát igen. Mert még mindig ugye a nemzeti határokban gondolkodunk. Ja, hát persze. Nem csak egyébként... mi is, hanem azért sokan mások. Persze, mert... hát ilyen ez az Európa Egyesült Államok, az szerintem abszolút hülyeség. Tehát, hogy... Hát nem hülyeség, szép ez, mert lenne, csak hát Európa hát nem de... így épült, mint mondjuk az USA. Tehát itt annyi szuverén állam, meg nyelv, meg nemzet, meg persze, minden van, azért mondom, hogy igazából úgy nem működik. És én azt nem is szeretném egyébként, tehát hogy ez elég történet van mindenki mögött, úgyhogy. Tehát ezt nem lehet megoldani. Úgy nem tudod összegerebjézni, de azért lehetne ennél jobban, és ez nem azon múlik, hogy Brüsszelben lassan hoznak döntést. Azért hoznak lassan döntést, hogy minél kevesebben járjanak, szarul. Csak hát, ha vannak, akik így állófasszal beleállnak a parlamentbe, hogy nekünk ez nem tetszik, akkor lehet bárhogy szépíteni a javaslatokat, az el fog húzódni, mire abból kézzelfogható valami lesz. Hát igen. De egyébként még az a szerencse, hogy a mi kormányunknak is azért érdekében áll az, hogy uniós tagok maradjunk, tehát... Hát addig vagyok én is ebben az országban, úgyhogy... Azt mondod, utána mész? Fülye, kiléptetne, én már kell jönne, hogy népszavazás lesz róla, kijönne az eredmény, hogy kilépünk, akkor én is kilépek, csak...
én a másik irányba. Akkor én is erősen elgondolkoznék, de ezt remélem, hogy nem fogják meglépni. Hát valószínűleg pedig... nem, mert az uniós pénz még mindig nagyon kell. Hát ezen gondolkozom, hogy a francba működne ez az ország egyébként uniós támogatások nélkül. Működne, csak még csoróbbak lennénk a gazdagjaink, meg ugyanúgy élősködnének rajta. De nem tudom elképzelni, csak a mezőgazdasági támogatások. Hát de ide attól még adhatnának adókedvezményeket, különböző támogatásokat külföldi cégeknek, attól még ide tudnának lapátolni, mint összeszerelő cégeket, nem véletlenül mondják, hogy összeszerelő ország vagyunk. Ide jönnének cégek, meg lenne, csak valószínűleg sokkal lassabban, valószínűleg a demokratikus értékeket még magasabbról kapcsíznánk le. Most lesz érdekes majd Törökországban, hogy figyeljétek meg, akit érdekel. Az erdogani rendszer ugye 2004 óta működik, lassan 20 éve. Most az megdőlni látszik, vagy hogy lesz? Most lesz hát szavazás? Ugye Isztambul, kicsit párhuzam, de ugye a főváros, ja nem, bocsánat, nem, mert Isztambul nem a fővárosuk, hanem Ankara. Ankara. Végül is. Ezt még én is tudom. Ez egy hülye húzás, de mindegy, de Isztambul ugye a legnagyobb és legfontosabb gazdaságilag teljesítő városuk, ugye azt elbukta a kormánypárt, bár lehet Ankorában is már most ellenzéki van, ebben nem vagyok teljesen biztos. És most hát elég sok minden, hogy a földrengés pusztító volt, és hát a török kormány nyilván el is másolta, meg szőnyeg alá söpörte, meg lassan reagált. Igen, szarú arra közöttük. Is jól ült fel az ellenzékük. Most kérdéses lesz, hogy 20 év után demokratikusan el tud-e elbukni Erdogan, vagy nem. Ja, ott is én rémireket hallottam, hogy ott az ellenzékkel azért úgy bánnak tényleg, hogy... Hát ugyanúgy, hasonlóan, mint itt, hogy... Durvábban, de hogy hát ott is ugye lejt a pálya a kormány fele, aki nem tetszik, az besoroljuk úr terroristának, vagy eltesszük az országból arrébb, esetleg kicsináljuk, mert volt olyan is. Milyen szép. A világ nagy része egyébként így működik. Mi lesz, nálunk, kevés a demokratikus mi lesz, ország. Mi lesz, nálunk is ez lesz, azért, hogyha már jó, most ez elég utopisztikus, de hogyha az jön, hogy embereket kell eltenni az útból. Hát, nem tartunk ott, mert az ellenzék nálunk az nulla szinten van kb. Az a hát, konvergál, de hogy... Ez nem tartunk ott, meg ugye Európai Unión belül vagyunk, tehát hogy itt azért fognak valamilyen szinten így is a demokratikus értékekhez is egy nagy erőny, de hát tarthatunk még mi is ott. Mármint ha... Félelmetes lenne. Mondom, a világ nagy része egyébként volt egy ilyen cikk, azt nem küldtem el, de hogy autokráciákban él. Hasonló rendszerben, mint amiben mi vagyunk, EU nélkül, képzeljétek el úgy. Oroszország, Törökország, sőt Izrael is, ami egyébként egy egész jó kis ország lehetne, csak Netanyahu arra is ráseggelt, az is egy ugyanolyan autokrata vezető, mint mondjuk elég sok országban. És a világ nagy része ilyenekben él. Hogy amíg ezek így élősködnek, addig ott vannak, aztán ha jön egy forradalom, akkor elsöplik, de... Ugye nálunk nem volt ilyen a rendszerváltozás óta, aztán... De hát nem. Mint akarsz, volt egy fülke forradalom, a fél ország boldog volt, a másik fele meg le volt szállam. Ja, igen, arra múltkor beszéltünk, amit nem tudtam, hogy micsoda. A fülke forradalom. Igen. Na, jó, oké. Fú, ezt jó kibeszéltük, várjál, mindjárt. Most nincs itt, Laci, bocs, úgyhogy ja, most én is beszéltem egy kicsit. Negyed óránk van, mindjárt menni kell, hát, vannak jó. Még cikkek, de egyébként ez tök jó, szerintem az érdekes téma volt egyébként. Úgyhogy meglepődtem a cikkhez visszatérve, hogy nem mi vagyunk azok, de hát ha csak az állampolgárságot nézik, akkor meg érdekes, hogy ennyi román vette fel az angol állampolgárságot. Igen. Jó, oké, na, lépjünk tovább. Volt egy vicces cucc is egyébként, szerintem erre menjünk rá. Ugye volt ez a farkasos sztori. Igen. Arról nem beszéltünk, mert Laci nem volt, vagyis volt, de akkor elsiklottunk fölötte. De ugye mindenki tudja, hogy mi történt, hogy egy farkast jelölődtek itt. Na itt is, pont most hallgattam vissza Balázsékat, és ott is felhívták a vadászt. Vagyis mit olyan az országos vadász társaság, vagy valami, ja, mit olyan az vadászt, mondta ő is, hogy igazából ez a legvalószínűbb opció, de mivel nincs tetemegyel, csak hát igazából ténylegesen annyian megerősített, hogy ja, mert csak van egy nyakörvét találták nyomkövetős meg. Nyakörv, és ennyi. Nyilván ő is az esetek többségében arról van szó, hogy lelőtték, de hogy egyébként nincs még így eldöntve. Hát de... biztos elásta egyébként a legelső. Jó, csak beszéljünk tényekről akkor azért. Jó. Na, lényeg... De hogy eltűnt a farkas, igen. Lényeg ugye, hogy a farkas az eltűnt, aki átvándorolt egész Európán, nagyon durva egyébként, hogy le tudták így követni, ez nagyon menő. Meg átment autópályákon, meg ilyenek, azt láttam. Meg a nyomkövető van rajta, nem gondoltam, hogy farkasokra így nyomkövetőt szerelnek fel. Meg hogy autópályákon keresztül ment.
Hát jó, de autópályákon sok helyen vannak vadátkelők alulfelül, azokon át tud jutni. Tényleg. Na, szóval ugye hát most vadásszák ezt a vadászt, vagy keresik, hogy milyen helyzet, és azt mondja, hogy volt egy ilyen, ugye tekesek ugye elindultak egy helyre, eltévesztették a házszámot a kommandósok. Kommandósok vagy tekes, az ugyanaz, nem? Hát a igen. Területhárítási központ, ja, de a kommandósok. A vadász helyett egy vacsorázó, egy vacsorázó családot rohantak le. Ezek ház. Ezt az a cikkhez rohantja egyébként. Azt mondja, hogy egy borsori településen találtam meg a vadász egyik portálját, a Blick. A Blick, mi a szar? Ahová rendszeresen ellátogat, és ahol a húsvéti hétvégén rajta akartak ütni a rendőrök. Csak hogy eltévesztették a házszámot. Azért, mert a lakcím nyilvántartásban rosszul szerepelt. Ez a gáz. És végül is akkor a matek volt a hülye. Nem, és akkor jön a idézet a sértettektől. Ránk töltek a kommandósok a lelőtt farkas miatt. Húsvétkor, szombat este az egész családdal, éppen vacsorázni készültünk, itt volt a lányom, a vejem, és a 7 éves kisunokám is, amikor hirtelen elkezdtek dörömbölni az ajtón, hogy itt a rendőrség, azonnal nyissuk ki, azt gondolnak, hogy vacsorázom minden, és a teke elkezd dörömbölni az ajtón. És azok 2 órán keresztül nem fognak figyelni arra, hogy te mit csipálkozz. Ott mennek be. Teljesen megdöbbentük, aztán mutattak egy igazolványt, amit a sötétben nem is láttunk, de megtudtuk, hogy Gyurit akarták itt elkapni. Gondolom ez a vadász. Valószínű. Aztán persze felvilágosítottam őket, hogy téves a házszám, és akkor... Valker. Azt mondja, hogy vicces, hogy a rendőrök megkértek, engedjem ki őket, mivel a kinti kapu be volt zárva. Ugyanis kiderült, hogy létrát támasztottak oda, és azon ugráltak be a kommandósok. Ó, fasz meg. Elég is akkor a kaput kinyitnál, hogy ki tudjuk menni, akkor nem a létrán mennénk. De milyen udvariasak voltak, basszus. Az milyen durva gondol, de az el tudom képzelni, hogy bazzeg így rohanó föl a létrán, meg minden. Kifelem. Ja, meg faltörőkös oda kézzel, hogy egyébbe. Igen, kifelem, így köszönjük, viszontlátás. Sokkal kiengedjenek a kapul. Azt mondja, a házunk előtt 5-6 autó parkolt, még gépfegyver is volt. Utána jó sokáig mérgelődtünk még ezen a rohadt házszámon, mesélte a lapnak az asszony. Igen, de amúgy az tényleg tök gáz, hogy így egyszer se tűnik fel semmilyen okmányba vagy hivatalba, hogy neked amúgy rosszul van berögzítve a házszámod. Jaj, hát most kiderült. Kiengedtük őket a kapun. Ezt nagyon megnéztem volna. Ezekre mindig van egyébként felvétel, ezeket rögzítik, én úgy tudom mindig, csak ugye nem hát, teszik de nyilvános. Hát, nem mindent adják ki, de igen. Nem teszik nyilvánosak, de ezt megnézném egyébként a fejeket a lakásban, hogy... Bárcsak, nagyon megdöbbennék, hogy hogy mi lehet. Ja, úgyhogy akkor még nincs meg a csávó ezek szerint. Hát nem nagyon, bár az már, jaj, mondjuk nem adtak ki sokat, gondolom aktívan nyomoznak, hogy akkor ténylegesen ki lehetett az, de hát, nyilvánosan még nem, hát azért mondom, csak nyilvánosan még nem közölték le, hogy tudják konkrétan a nevét is, ja, vagy ja. Hát lehet csak gyanúsított, uh-huh. Biztos, hogy gyanúsított majd, ha kihallgatják, de... Ja. Hát igen. De az egy érdekes fejlemény, hogy már tudják, hogy hova akartak kirohanni. De egyébként mi a tökömet csinál? Hát, hogy ugye tilos farkas lőni, de hogyha le is lövi, mert lehet véletlenül lövi van, le? Van az az eset, hogy lelőheti, hogyha... Hát rátámad, vagy ilyesmi. Rátámad, vagy ha valamilyen vadot, vagy ilyen háztáji jószágot fenyeget, akkor azt hiszem van rá engedélye. Ezekkel fogom alatszni. Legalábbis egy rendes vadásznak. Ezeket van alatt. Tehát, hogy ezt a fővadász úr is megmondta, hogy tehát, hogyha ez orvadász volt, akkor nyilván cseszik arra, hogy milyen szabályok vannak. Amúgy most már működik a telefonos izé, felhívjuk Lacit? Most már fel tudjuk hívni. Megkérdezzük? Megkérdezhetjük. Hogy mit tud róla, mert akkor legalább ezt a témát, akkor ezt le is zárhatjuk. Mert egyébként mondták, hogy van az az eset, amikor kilőheti a farkas, de hát egyébként meg a farkas az... normál esetben nem támad emberre, meg nem támad senkire, tehát ha nem volt támadó pozícióban, akkor viszont nem lőhette volna ki. Hát igen. Na, megnézzük, kíváncsi vagyok egyébként, hogy mit tudunk erről, akkor, ja. Akkor kipróbáltuk Lacival és működött, úgyhogy. Ja, igen? Ja, a hétfő, vagy hát amit most raktatok ki adásban? Nem, adáson kívül próbáltuk. Ja. Adáson. Remélem, hogy fel fogja venni, ugye meghallgatjuk. Betelefonálós szekció következik. Ja. Igen. Csá, Laci, adásban vagy. Na, sziaszt, nem áll tényleg? Ja, várjál. Igen, wow, igen. Wow, yeah, szavaztok, hello.
Ez itt a Puszta Podcast legújabb része. Szevasztok! Most Dani, csá, nem, Laci, nem hallod? Baj. Hát csak így. Vett nagyon a fülest, és akkor hallotta is. Na, figyelj, az a helyzet, hogy muszáj volt felhívjunk, mert éppen a farkasos sztori... Eldöntendő kérdés van? A farkasos sztoriról beszélünk. Mondhatni, igen. Tudod, melyik az? A farkasos sztori. Mesélj. Hát nem hallottad, hogy mi történt? Nem. Hát, hogy egy farkas átjött egész Európán, mert volt rajta nyomkövető, és Magyarországon lőtték le. Svájcból elindult, és az történt, hogy hát szépen ment a farkas, mindenki követte, ugye, mint szenzáció lekövették. Figyeljetek, már mindjárt visszahívlak benneteket, csak most jött hozzám egy vendég. Dolgozok, két perc, jó? Okay. Jó, csá. Jó, legalább ezt is kipróbáltuk, hogy működik. Jaj. Na, jó van, akkor mindjárt megkérdezzük. Laci, furcsa, hogy nem is tudja egyébként, hogy mi történt. Hát ha nem követte le nagyon az eseményeket, még persze benne volt a sajtómédiumunkban, de nem mindegyikben. Hát Discordon is küldték egyébként az ajánlósba. Küldték, csak attól függ, Laci, melyik Laci részleget néztem, mert a csacsogósba biztos nem ez ment. Laci, ja, igen. Laci nem követi a csacsogóst. Laci ott nem néztem. Hát kéne nevezni, hogy bűnbarlangra, arra gondoltam. A csacsogósod? Hát igen, a csacsogós szoba 18 pluszos lett egyébként. Kicsit elszabadult. Igen, pont erről beszélgettünk, akkor kicsit kitérünk erre, amíg Laci visszahív, hogy hát valószínűleg az a gond idézőjelben, hogy ugye aki ráér hétköznap este discordozni, mert minden hétköznap este, az valószínűleg egyedülálló, és nincs más dolga. És ugye itt vannak fiúk, lányok, az elég vegyesen. És rájönnek elszabadulni. Igen, és az elszabadulnak itt. És hajlamosak is. A hormonok meg az indulatok, igen, fiúk, lányok részéről egyaránt, aztán én múltkor rájuk kellett szólnom, hogy na, gyerekek, kicsit. Ácsi mérgelődött is kicsit egy sort nekem ott külön a discordon, hogy hát egyébként ő ezt nem bírja, hát mondom, haver. Egyébként ez egy ilyen full, ilyen pszichológiai kísérlet ez a csoport egyébként, mert hogy? Össze vannak zárva, hát idézőjelben, tehát összegyűjtek így random emberek gyakorlatilag, akik nem is nagyon ismerik egymást, és így lehet nézni, hogy hétről hétre hogy alakulnak a társas kapcsolatok, meg minden. Ja, igen, kikivel igen. Van. Csoport dinamika, igen, tényleg érdekes. Igen, kikivel van, melyik ki az, aki agresszívabb személyiség, ki az, aki rámenősebb, ki az, aki kevésbé, ki az, aki simulékonyabb. Szóval tök érdekes. Ki az, aki nyitottabb, vagy hajlamosabb hülyéskedni. Igen. Ki az, aki nem. Igen, és már meg volt most az első nagy ilyen konfliktus hullám, így két hét után. Igen, itt nem tudom. Itt békítgettem az embereket, meg minden, hagyjatok már picsában, még ezzel is foglalkozzak, hogy itt összevesztek, meg mit tudom én. Mindegy, most nem fejtem ki. De vicces volt egyébként így, ment egy utólag, hogy tényleg így alakulnak a dolgok a Discordon. Szóval a társadalmi kísérlet. Nem tudom, egyébként jó kis csoport, úgyhogy érdekes. Ja, persze. Hát már amikor van időm. Ja, voltunk amúgy pakolni, most csináljuk, ugye, hát nagy átalakítás van ugye a cégnél, fizikailag is. És voltunk pakolni, találtunk két karton szájdert. Teljesen jó. Az nem romlik meg. Pontatlan, 4 éve lejárt, de azért megkóstoltuk. Miután megalapítottuk természetesen, hogy ez még jó. Ez még teljesen jó. Utána így az egyik sráccal ugyanaz a főnökünk, ugyanaz a cégcsoport, mondjuk így, és hát ő szakács Pesten szakács a centerbe, basszus, nem írtam vissza az egyik sráccal, a kalapos sráccal, na mindegy. A kalapos sráccal ide vissza meg kell a kalap. Azt már intézzük, csak azon kívül felejtettem el visszaírni, mindegy, majd elintézem. És ő ugye a szakács, én meg emit cukrász, hogy akkor 50-50. Jó, ő is visz, én is hoztam az a 24, hát egy kóstoló kiment 23 palack, meg azóta már ugye a Discordra úgy ültem be pénteken, hogy akkor jó, akkor sziszentjük. És akkor péntek este már sziszentettem én is egyet. Nice. Meg ugye hétfőn volt quiz, és akkor is nyitottam egyet, mondom, ha már van, hát figyelj. Magamtól úgyse veszek. Ennyike. Akkor iszok egyet. Ennyik átlátszó üvegben van, szóval, de nem hiszem, hogy nagyon meg tud romlani. Tehát, hát meg épület, zárt épületben, zárt helységben, sötétben volt. Hát a sötétben volt akkor, ha nem sütötte a nap, akkor igazából. Annyi lomb volt körülötte, hogy nem hiszem, hogy ott folyton a fényt kapott, úgyhogy teljesen jó. A piros színű az biztos, az almásnak, hát az annyira nem volt rossz, de nem úgy. Na az, kérdés, eredetileg is piros volt a színe. Elvileg igen, mert valami red apple, vagy mi az Isten, van olyan, nem tudom. Biztos, nem iszok cidert, nem vágom annyira. Nem tudom, de Strongbow, tehát még a márka se rossz. De azt meséltem, nem, hogy mi megbontottunk egy 20 éves sört, ami ráadásul átlátszó üvegben volt. Azt szerintem meséltem már podcastben. És milyen volt? Kurva finom volt. Egy Foster's sör volt, és 90-es években járt le a szabatossága.
Egy ex-barátnőmnél találtuk a pincéjükben, vagy a tárolójukban, és utána felvittem Szegedre, és az egyik bulim felbontottuk. És azt hiszem közel 15 vagy 20 éves volt maga a sör, le volt ugye ülepedve a cucc az aljára, tehát befogta az üveget már az, az üledék, mert ugye el volt fordítva, így volt tárolva az üveg, ráadásul fektetve, és az alján ilyen sárgás-barnás lerakódás volt. És így, bontsuk ki, mi baj lehet. És kivontottuk, és ilyen gyönyörű, ilyen vaníliás íze volt, habzott is, nem is fostunk be tőle, úgyhogy így meglepődtünk. Ez tök jó. Igen, föl is raktuk, van ilyen sör, ilyen rating app, tehát hogy lehet osztályozni a söröket, hogy értékelni, és oda fel is tettük, hogy itt ez a Foster's 18 éves. Megbontottuk. És, jó, de jó. És hogy milyen. Jaj, úgyhogy ez volt a sztori. Az volt a sztori, hál' Istennek. Na, ha Laci nem hív, akkor viszont lassan nekünk menni kell, mert mindjárt 4:30 hát van. Lassan, igen. Aztán akkor lehet, hogy nem tudjuk... Azért legalább egy órás adást csak nem tudjuk befejezni, mert akkor másik témára már nem megyünk rá szerintem, mert annyi időnk már nincsen. Megnézem, mik voltak még itt. Lapos földet csávó, de hát ő halott rosszat vagy semmit, vagy halott jót vagy semmit. De ez jó, ez vicces sztori amúgy. Ezt majd, nem tudom, inkább egy live-ba tenném be egyébként. Mert? Vagy a Lacival. Ja, hogy... Jó, igen, persze vicces, csak hogy meghalt, aztán így na legyen, nem akarok rajta nevetni. Baszki, Einstein is meghalt, rajta is viccelődni. Mondjuk igen. Most volt Einsteinről egy tök jó podcast. A agytágítóban volt egy kétrészes cucc Einsteinről. Most az agytágítóban le vagyok maradva pár adással, nem sokkal, de majd le vagyok maradva. Hallgass meg, nagyon jó. A diszkócsok időmet elvette a múlt héten, meg előtte. Nagyon jó volt egyébként, nagyon sok minden kiderült Einsteinről. Nem tudtam, hogy neki hogy volt az életem, meg mit tudom én. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszett. Csak ott is van a podcast elején, ugye most már van ott is szponzor, vagy tágítónál. Igen. Amivel egyébként nincsen gond, nincs semmi gondom, csak a szponzornak, tehát a szponzor a legelején van, a szponzorblokk, és ilyen kurva nagy hangerőn, és így fönn van a fülesem, és így anyád! És így utána meg ugye, mert ugye maga a podcast az meg egy alacsonyabb hangszinten van. És így ez kicsit így frusztráló volt. Nekem nincsen bajom azzal, hogyha reklámot raktam bele a podcastbe, csak lehet, hogy nem az elére raktam volna be, meg lehet, hogy nem ilyen nagy hangerőre raktam volna. Annyira engem se zaklott, mert általában ugye nem törik meg, bár a Friderikusz úgy csinálja, hogy menet közben is van, de azt így tett, hogy kibírod, mert vagy 5 másodperc. Hát persze, most ez de mit tudom én, valaki meg az elejére rakja a hihetetlen törések, nekik is az elején van, azt hiszem, vagy a végén, de mindegy, de hogy teljesen így külön van, nem, szerintem az elején van, mert ugye muszáj meghallgatni. És azt is ki lehet igazából bírni, hogy nem olyan vészes, ha se hosszú. Nem tudom, hogyha így, mit tudom én, az lenne, hogy nekünk tényleg valami reklámozni kéne valamit, akkor én szerintem úgy lehetne csinálni, hogy adás közben valamikor mondjuk, hogy akkor, most akkor 2 perc reklámszünet, és akkor elmondjuk, hogy mi van, és ugye a YouTube-on át lehet ugrani. Tehát, hogy nem muszáj végighallgatni. Mert hogyha ha mi reklámozunk valamit, tehát hogy elmondanám, hogy vedd meg a tusfürdőt, vagy tudja a faszom, nem reklámozik ilyet, az biztos. De hogyha én azt mondanám, hogy most jön egy reklámblokk, akkor beraknám a timestampbe, hogy ebben az 1 percben reklám van, és akkor bárki átugorhatja. Tehát, hogy igazából ennyi. A YouTube reklámot én nem lehet átugrani, az nem lehet, de hogyha én most beraknék egy reklámot, egy lenne egy szponzor, vagy valami, akkor így meg lehet oldani. És tök sokan így csinálják a YouTube-on is, sőt, még ugye be is rakják, hogy mit tudom én, 1 perc a reklámblokk, és akkor ugye mondja a szöveget, mondja, és alul meg megy egy ilyen kis piros csík. És látod, hogy hol tart a reklámban. Érted? Ja, tudom. És akkor tudod, hogy hát most nem ugratom át, mert mindjárt vége van. Tehát, hogy vizuálisan is látod, az jó. Meddig tart a reklám gyakorlatilag. Szóval szerintem ez tök jó. Ez itt tök jó megoldva. Hát minket ez nem fenyeget, hogy minket így szponzoráljanak. Hát egyelőre nagyon távol állunk még ettől. Ilyen podcastet soha nem fognak szerintem szponzorálni. Ha mondjuk nem foglalkozunk túrázással, mert az elején még azzal foglalkoztunk, akkor lehetett volna esetleg. De hát abban meg nem volt annyi végig. Hát nem. Az ilyen szókimondó tartalmat, mint mi, azt nagyon nem szeretik szponzorálni. Egyébként úgyhogy nekünk a nézőkre kell hagyatkoznunk. Meg a, nem baj, ti itt vagytok nekünk. Meg a YouTube bevételekre. Na megpróbálom felvenni Lacit, aztán hogyha nem veszi fel, akkor viszont nekünk menni kell, mert fél van. Úgyhogy most vagy soha. Tök jó, hogy betelefonálós műsort csinálunk. De ez így jó, mert így simán be lehet kapcsolódni. Ja, nagyon jó. Legközebb tud ilyen, mizé lesz ilyen anetkos jó, hogy be lehet majd telefonálni. Hát vagy várjál, vagy ha én nem vagyok itt, akkor simán be tudtok kívni, ja. Ha olyan van téma. Ja. Hát lehet, itt lesz vége a podcastnek. Ez egy csúnya lezárás lesz. Pedig volt volna kikerekíteni a sztorit. Lekeverjük egy ilyen kicsöngő hanggal. Hát ez nem. Ez nem lesz
Ebből nem lesz farkasozás. Jó, oké. Akkor lehet, hogy Laci megbeszéljük ezt egyébként legközelebb, a következő adásban, és akkor legalább elmeséljük neki, hogy pontosan mi az egész sztori. Úgyhogy kicsit úgy ágörgetjük a sztorit a két podcast között. Hát jó, ő mint vadász többet tud erről mondani, vagy hát valami jobb, hát jobban ismeri nálam. Hát igen, én csak azt hallgattam, hogy Balázsék beszéltek, az is érdekes volt. Igen, lehet megérdemelni egy egész szekciót egyébként, úgyhogy majd akkor lehet, hogy ha lesz harmadik adás a héten, elméletileg lesz, akkor ott megbeszéljük majd. Jó, oké, szerintem menjünk, pakoljunk, pakolásszunk, mert egy óra múlva már mindennek meg kell lennie odakint kb., hogy minden működjön. Meg vagyunk? Köszönhetünk? Te döntöd el. Ja, jó, oké, van valami benned maradt, akkor nyugodtan. Ja, semmi, még dumáltam volna, de hát akkor már most. Folytatjuk a live-ban, úgyhogy mikor hallgatjátok ti ezt? Pénteken. Akkor hallgassatok vissza a live-ot. Nézzétek jó. Vissza a live-ot. Kint voltunk, fasza volt, nem áztunk el. Ugye? Hát reméljük. Nem áztunk el, volt meglepetés is, meg minden, úgyhogy nézzétek meg azt is. És akkor tudjátok, ha tetszett like, ha nem dislike, és akkor találkozzunk valamikor. Nem tudom pontosan mikor. Mondjuk legközelebb. Legközelebb biztos, hogy találkozunk szerdán, de lehet, hogy még előtte is valamikor. Legyetek jók. Szevasztok. Sziasztok. Csüüüü.